A szépítők támogatója, a tetőcserepek szakértője, a Tondach. Cserepet már több ezer éve gyárt és használ az ember. Most megnézzük, hogy hogy néz ki ez a gyártás napjainkban. Bármennyit is változott a cserépgyártás az elmúlt évezetek során, illetve fejlődött, azért mondhatjuk, hogy az égetés a legfontosabb fázis a cserépgyártásnak, és mi most Európa egyik legnagyobb és legmodernebb cserépégető kemencéje fölött állunk. Ugye János, mondhatjuk ezt? Majdnem 3 focipályon. Igen, ezt jó meghatároztad, 250 méter hosszú, 1000 fok fölötti hőmérsékleten égetjük benne a cserepet. A technológia egyébként attól, hogy ez modern, mennyit változott mondjuk tényleg a több ezer év során, mert a cserepet már több ezer éve gyárt az ember. Nagyon sok minden megváltozott a technológiában, őseink először még kézzel formázták a cserepet, napon szárították, majd voksak, kemencékben égették. Ma ehhez képest itt ebben a gyárban évente 32 millió darab cserepet tudunk elkészíteni, emberi kéz érintése nélkül, legmodernebb technológiával. Hát például rögtön először a préselés nagyon fontos, ugye? Mert hogy minden kevesebb levegő marad a cserépen belül, annál inkább tartós vagy hosszú lesz. Igen, annál inkább homogén az anyag, annál jobban ellenáll az időjárás kihívásainak és megterheléseinek. És akkor a kemencében mi történik? Mennyi időt tölt el a cserép? 24 órát tölt el a cserép, ez alatt szépen fölhevítjük 1000 fok fölötti hőmérsékletre, amilyen hosszan csak lehet hőn tartjuk. A Fusion Protect fuzionálása itt történik meg valójában a kemencében. A Fusion Protect bevonat egy védelem, amit szárítás után kap meg a cserép. Hosszú a kemence, erről beszéltünk, majdnem 3 focipálya hosszú. Ez azt jelenti, hogy nem áll benne a cserép, hanem halad egész végig. Így van, a kemencében naponta 40 kemence kocsinyi terméket tolunk be, az azt jelenti, hogy minden tolásnál szépen lépésről lépésre halad előre. A kemence első szakaszában van a felfűtési szakasz, aztán jön egy hőntartó szakasz 1000 fok feletti hőmérsékleten, majd gyorsan lehűtik, hogy sérülésmentesen kihűljön, így rengeteg energiát visszanyernek a következő technológia a szárítás számára. Tehát hatalmas az alapterület, és embereket tényleg csak elvétve látok. Mondjuk 50 évvel ezelőtt mennyi ember dolgozott volna ebben a csarnokban, ha kész lett volna, és most mennyien vannak, és mennyi robot van mondjuk most? Milyen fázisokat végeznek mondjuk robotok? Milyen gyártási fázisokat? Hát ezt nehéz lenne így megmondani, mert a korábbi cserépgyárakban azt a munkát, amit itt ezek a gépek csinálnak, az korábban 16 fő végezte. Ma egyetlen egy ember irányítja, és emberi kéz érintése nélkül mozgatjuk meg ezt a rengeteg cserepet. Itt most konkrétan a cserép mozgatása történik, de a gyártás összes fázisában mondhatjuk, hogy most már a legmodernebb technológia jelen van. A gyártás összes fázisára való tekintettel egy nem ilyen modern cserépgyárban 20 ember végezte ugyanezt a munkát, ma pedig 80 vannak egy műszakban. Egyébként azért 100%-ban nem automatizált a gyártás. A gyártási fázisok közül az egyik utolsó, ez a kalapácsos hangteszt. Itt minden egyes cserepet átvizsgálnak egy ilyen ütéssel, és azt vizsgálják, hogy milyen a cserépnek a hangja. Ha ugyanis ez szépen cseng, akkor épp a cserép, ha viszont tompa vagy puffanó ez a hang, akkor van benne repedés és selejtezésre kerül. Egyébként éppen ezért használták régen a sérült agyagedények hangjára a repet fazék kifejezést. A szépítők támogatója, a tetőcserepek szakértője, a Tondach.